Napnyugta után kezdték meg a földi kémiai szúnyoggyérítést a szakemberek. A Balaton környéki településeken kizárólag az UEV eljárást alkalmazzák, melynek lényege, hogy apró cseppekben juttatják ki az írtószert hő hozzáadása nélkül. A permet felhő csak kismértékben észlelhető, ezért is támogatják jobban ezt a városon belül. A gyérítést a Balatoni Szövetség rendelte el, így a turisztikailag frekventált helyeken történt a folyamat. Az eljárás az imágókra van hatással, a lárvák gyérítéséért a lakosság is tehet. Az első és legfontosabb, hogy a csatorna hálózat, ami esetleg az utcánkban megtalálható, az nagyon fontos, hogy elvezesse a nagy mennyiségű csapadékot, tehát ne maradhasson meg benne, mert az kiváló csípőszúnyoglárva tenyészőhely lehet, illetve a kertünkön belül is különböző tenyészőhelyeket hozhatunk létre azzal, hogyha kint hagyunk egy vödröt, nem cseréljük a madáritatóban a vizet, vagy pedig elhanyagoljuk a medencéket, kerti tavunkat. A csípőszúnyog kutatására specializálódott doktorandusz hallgató elmondta, Magyarországról 54 csípőszúnyogfajt mutattak ki. Ezek közül a táplálékorientáció különböző az egyes fajoknál, hiszen madarak, emlősök és emberek is lehetnek források számukra. A kellemetlenségek megelőzésére is elrendelik a gyérítésüket. A frekventált területeken kutatócsoportok vizsgálják a csípésszámot, a gyérítés időpontját megelőző és az azt követő 24 órával. Ezt szippantó csővel végezzük el, és ez azt jelenti, hogy 10 percre vagy 15 percre kiállunk arra a területre, és azt figyeljük, hogy hány csípőszúnyog repül ránk, azokat összegyűjtjük, külön utána természetesen fajszintig meghatározzuk, de a szám adatokat, amit 10 perc vagy 15 perc alatt tudtunk összegyűjteni, azt felszorozzuk egy órára, és ez az eredmény, tehát az egy órára kerekített érték az, amit a kutatócsoportnak le kell adni a katasztrófa védelemnek. Szúnyoggyérítésre lehet még a nyáron számítani. Az időpontokról folyamatosan fogják tájékoztatni a lakosságot. Az UEV eljárás során a kémiai gyérítőszer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra és növényekre ártalmatlan. Hektáronként alig több mint fél litert permeteznek ki belőle, kijuttatását követően néhány órával lebomlik. A földi kezeléseket napnyugta után kezdik, így a nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt az anyag.